Tehát éheztem és ennem adtatok, hangzik a kérdés és a felszólítás, ami kijelentő módban szerepel a Bibliában. És ezzel kapcsolatban én a Zsoltárok könyvéhez nyúlnék vissza, egy közös kincsünkhez. Ha látom az eget kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá, hangzik a 8. Zsoltár 4. és 5. versében. És ezzel szeretném egy kicsit indítani a beszélgetésünket, hogy ki is, mi is az az ember, akire gondja van elvileg a Dávid Zsoltára szerint az Úrnak. Hogy határoznátok meg? Tamás, légy szíves. Igen, éheztem és ennem adtatok kérdőjel, csak hogy sorrendbe menjünk. Valóban az eredetiben nincsen kérdőjel, de van egy másik mondat néhány verssel később, hogy éheztem és nem adtatok ennem. Tehát rögtön Jézus ebben a példázatban a két magatartástípust megrajzolja, és ugyanígy, hogy szomjaztam és innom adtatok, nem adtatok innom, mezítelen voltam, felruháztatok, nem ruháztatok fel, stb. Tehát mind a kettőre van példa. És ez a 8. Zsoltár, ami valóban egy ilyen hatalmas nagy antropológiai összefüggésekbe helyezi az Isten-ember kapcsolatot, hogy Isten tudik, hogyan látja az embert, hogyan néz rá, micsoda az ember, hogy gondod van rá, és a halandó, hogy törődsz vele. Tehát egy olyan Istenünk van, aki, hogy most így ehhez kapcsoljam, aki enni ad az embernek, aki gondoskodik a gyermekéről, ahogy a Jézus egy másik helyen mondja, hogy az atya, hogyha a gyereke kér tőle tojást, akkor nem kígyót ad neki, és hogyha kenyeret kér tőle, akkor nem követ ad neki. Tehát az Istenben éppen megvan ez az ember iránti gondoskodás. Vagy egy másik Zsoltárban, nem csak a 8., hanem a 90. talán az is idevág, hogy micsoda az ember, hogy legyenek láthatóvá a Isten kéri, hogy legyenek láthatóvá a te tetteid a fiaikon, és méltóságod a gyermekeiken. Tehát ez a méltóság gondolat, hogy az Isten az embernek méltóságot akar adni, és ez a méltóság az, amelyik akár a ruhátlan, akár az éhező, akár a menekült, akár a megalázott, akár a kitaszított embernek a sajátossága. Géza? Nagyon jól fogalmaztam, azt mondtad, kicsoda és micsoda ez az ember. Ez mutatja rögtön a kérdésben, hogy itt van egy törés. Az ember egyfelől egy micsoda, másfelől meg egy kicsoda. Nem akarok túl komor színekkel festni, de hát mindenképp egy drámai lény. Drámai lény azért, mert természeti lény, és emiatt halandó, tehát por és hamu. Másfelől meg szellemi lény, Isten kép másod, szellem elokim, tehát halhatatlan. És ez a kettő, hogy mikrokozmosz és mikrodeosz, voltak éppen a végletek csapnak össze az emberbe. A kicsit tárgyszerűbben a Tórában 4 szó van az emberre. Az első az Adam, a második a Gever, a harmadik az Is, és a negyedik az az Énos. Most az Énos az a legalacsonyabb szintű. Ez az az ember, aki tulajdonképpen alig, hogy kiemelkedett az állati sorból. Az ösztönei által vezérelt ember. A gyermek. A szó maga az Énos, az a felejteni igéből jön. Ugye a gyermek nem tudja, honnan származik. Egy perce, hogy kibukkant az anyjából, és már elfelejtette. A második szint egyel följebb az a Gever. Ez a Midgaber, Gibor, a küzd igéből jön. Ez az a valaki, aki küzd az ösztöneivel, és annyit már el is ért, hogy másoknak nem árt. Magának még igen, de másoknak már nem árt. A harmadik szint az Is. Ez az az ember, akit nem az ösztönei, hanem az érzelmei vezérelnek. Tehát ez az az ember, aki úgy gondolkozik, ahogy érez, és nem úgy érez, ahogy gondolkozik. A legmagasabb szint, és ezt most nem azért mondom, mert téged Ádámnak hívna,
legmagasabb szint az embert jelentő héber szavak közül a Tórában az Ádám. Ez az az ember, aki dolgozott magán, aki tűzben próbált arany, hogy úgy mondjam, akiben már alig van salak. És érdekes módon az Ádám az egyetlen a négy szó közül, amelynek nincsen többes száma. Tehát, hogy kezdjük alulról, akkor Énos, Anasim. Egy Énos, két Anasim. Gever, Gvarim. Is, Isim. De azt nem lehet mondani, hogy Ádámim. Tehát Ezékiel próféta mondja, hogy Ádámatem, ember vagytok. Most miért van az, hogy ennek a legmagasabb minőségnek nincsen többes száma? Ezen sokat gondolkoztam. Az első nyilván nagyon adja magát az a válasz, hogy azt akarja ezzel a szent nyelv mondani, hogy mindannyian Ádámtól jövünk, ugyanattól az embertől, egyikünknek sem nemesebb az őse, mint a másikunké. Mindannyian Ádámra megyünk vissza. De van ennél talán egy mélyebb egzisztenciális üzenete is ennek, hogy pont az Ádámnak nincsen többes száma. Arra gondolok, hogy voltak épp végső soron az élet legnagyobb pillanataiban mégiscsak mindig egyedül vagyunk. Ezt is jól kell persze érteni. Tehát, hogy például a csecsemő egyedül van, amikor születik. Az anya is egyedül van, amikor szül. Holott hát együtt vesznek részt ebben. Egyedül vagyunk az alkotásban, egyedül vagyunk a halálban. Igazából persze tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, de azt nem mindig érzi az ember, hogy nincs egyedül. És ez azt hiszem az emberi létnek, hogy úgy mondjam, ez a kettőssége, amiről beszélek, hogy olyanok vagyunk, mint egy delfin, tehát kettős állampolgárok vagyunk. Ebből a világból eszünk, de lélegezni egy másik világból lélegzünk. Ez a kettősség, ez egy drámai szerep. Szintén az a szélsőség, amit az elején is említettél. Viszont ez az egyedül lét, ez egy kicsit érdekelne, hogy látjátok, hiszen ahogy megfogalmaztad, hogy egyedül vagyunk, akár a legmélyebb, vagy legmagasabb szituációkban is, és mégsem vagyunk egyedül. Tehát mennyire tudjuk azt mondani, hogy valóban egyedül vagyunk, vagy ezt csak akkor gondoljuk így? Az ember tudja azt, hogy nincs egyedül, de sokszor nem érzi azt, hogy van, vagy vele van az Isten. És ennek egy nagyon egyszerű oka van. És ez egy fontos felismerés, és ezért van azt hiszem, hogy a hagyomány ebben a kérdésben hihetetlen erős. Nem elég az Isten szeretni. Félni is kell. Ez egy nagyon népszerűtlen dolog. Mindenki odáig van attól, hogy hát pű-pű félelem, és hogy de jó a szeretet. De közben meg egy különös dolog van, az pedig az, hogy Istennél a kettő nem létezik egymás nélkül. Tehát, hogyha az embertől félek, akkor nem tudom szeretni, hogy vagy-vagy. Vagy vonz, vagy félek tőle, és hátralépek, és taszít. Az Istennél ez a kettő, mint ahogy mondtam is, hogy az ember maga egy paradoxon, az Istennel szemben a félelem nélküli szeretet az gics, édesség, komolytalan. És ezért van ez a bizonyos egyedüllét, ami egyébként azt hiszem a hagyományunkban közös a Getsemáné kertjében, nem hiszem, hogy volt valaki egyedülebb, mint ott, amikor a tanítványok mind aludtak. És aztán Jézus mintha ezt tudomásul is venné, mert egy idő után már nem keltegeti őket. Elfogadja. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy vegyük tudomásul, hogy mi nem egy ligában focizunk az Istennel. Tehát nekem végem van, én egy véges ember vagyok. Ő meg végtelen. Tehát, hogy
hogyha van-e valaki, és én közöttem egy végtelennyi távolság, és én véges vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy csak ő tud velem kommunikációba lépni, mert én nem tudok a végtelenbe kiabálni. Neki kell, ő tud csak engem elérni. És az Isten szolgálatnak ez a nagyon erős feladata, hogy ugye azt kérdezted, hogy mi az ember. Na most nem tudom, hogy, és megállapítottuk, hogy az embert az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. És nem tudom, hogy én vagyok az egyetlen, akinek már ez eszébe jutott, kétlem, hogy milyen furcsa az, hogy nekünk azt mondja a Jóisten a harmadik parancsolatban, hogy mi faragott képet ne csináljunk. De neki szabad? Ő teremthet valamit a saját képmására? Én miért nem? És ez, erre az a válasz, hogy hát van egy kis különbség. Tehát, hogy attól nem kell félni, hogy az Isten bálványozza az embert. De itt van a nagy csodaság, hogy az ember viszont még az Istenből is bálványt tud csinálni. És úgy Istent bálványozni, annak nagyon egyszerű a definíciója, arról van szó, hogy a bálvány az egy olyan dolog, amit addig imádok, amíg hasznát veszem. És abban a pillanatban, hogy nem veszem hasznát, eldobom, és egy másik bálványt keresek. Tehát addig szoktuk szeretni az Istent, amíg úgy táncol, hogy mi fütyülünk. Amíg viselkedik. Ez a fogyasztói Isten kép. Egy termék. Na most ugye ez a feladat, hogy, és ezért van benne, gondolom, a mi atyánkban, és ezért van benne a zsidó imakönyv minden 50. mondata az, hogy hirátszó milfaneha, legyen meg a te akaratod. Mert a lényeg végső soron az emberi, amiért itt vagyunk, az nem az, hogy a saját akaratunkat megvalósítsuk. Azzal nem érünk semmit. Tudnék, egy végtelen választ el minket Istentől. És ezt a végtelent csak egy végtelen tudja áthidalni. Tehát az egyetlen formája annak, hogy kapcsolatba kerüljünk az örökkévalóval, hogyha az ő akaratát tesszük meg. Minden más a smafu. Na most ez a nagy kérdés végső soron az Isten esetében is, hogy nem az, hogy mi az Isten, nem az Isten léte az érdekes, hanem hogy ki az Isten, és mit akar. Mert a filozófusok Istene mondja Pászkán, hát egyrészt úgy se lehet bebizonyítani, kiszámolni, de még ha be is lehetne bizonyítani, kit érdekel, hogy van-e Isten? Hát teljesen mindegy, hogy van-e Isten. A kérdés az, hogy mit akar. Bár nem zsidó-keresztény párbeszéd, ami most meg lett hirdetve, de nagyon örülök az inspiratív gondolatoknak, és nyilván, és te magad is idéztél Új Szövetséget többször is, és Jézusra, Getsemáné kertre utaltál, és a mi atyánkra utaltál, mint ahogyan én is szívesen utalok zsoltárokra és a zsidó hagyományra, de még a Biblián kívüli, a Héber Biblián kívüli, tehát a mi Ószövetségünkön kívüli hagyományra, és akár Talmudra vagy másra, tehát ez közös kincs, ahogyan az Új Szövetség a te számodra fontos könyv, ugyanúgy az én számomra is fontosak a zsidó iratok. De mégis most nyilván elsősorban a keresztény teológus kell, hogy megszólaljon belőlem. Tehát amit mondtál ezzel kapcsolatban, hogy az Istennek megengedhető az, ami az embernek nem, hogy ő neki lehet képmása, ő teremthet valakit a képmására. Mi ezt keresztények úgy látjuk, hogy ez a legteljesebben Jézusban valósul meg. Tehát a himnuszokban, Kolossai levélben, meg máshol, ezekben a pálapostoli himnuszokban vannak ezek a szép mondatok, hogy ő, tudnilik Jézus, a láthatatlan Isten képmása, ami egy botrány önmagában, hogy a ki nem rajzolható, nem ábrázolható Istennek van egy lenyomata, egy képmása, és ez Jézus Krisztusban tölt testet, tehát maga az inkarnáció csodája, ami a hitünk szerint a kereszténységnek a kiinduló pontja. És
az a magány és az a drámaiság, amit ilyen szép szavakkal rajzoltál meg a születéstől kezdve az alkotáson keresztül a meghalásig, ez Jézus Krisztus magánya is, ahogy a született. Ő is egymaga született, egymaga volt, ugye ráadásul kiszolgáltatva, kiterítve ott a betlehemi istálóban, bocsánat, de trágyaszakban és a világnak a nyomorúságába született bele, legfeljebb ott a bocik bégettek és az állatok voltak közelében, meg hát a Mária és a József, meg hát rögtön jött a fenyegetés, a Heródes féle terror különítmény részéről, de ez a magány az alkotásban is jellemző volt rá, és a meghalásban is. A Getsemáné kertben valóban, amit te mondtál, hogy Jézus annyira egyedül tudott ott lenni, hogy szenvedett, és egyfajta egzisztenciális gyötrődés volt benne, és ott a mi atyánknak egy egészen sajátos megismétlését adta éppen ennek a mondatnak, amire utaltál, hogy legyen meg a te akaratod, amikor azt mondta, hogy atyám, ha lehet, távozzék tőlem ez a pohár, tehát ne kelljen kiinnom a poharat, és mondta ezt ráadásul a páska vacsora után, ahol 4 poharat kiittak, ugye elfogyasztották a szabadulásra, az egyiptomból a szabadulásra emlékezve ezeket az ételeket és italokat, és 4 poharat kiittak, de ezt az 5. poharat már nem tudta kiinni, és azt mondta, hogy ha lehetséges, ezt ne kelljen kiinnom, de aztán hozzátette, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tehát ez az a kimondása az Isten akaratának vállalására volt az utolsó előtti ilyen kimondás, mert a legutolsó pedig a kereszten, ahol azt mondta, hogy elvégeztetett, és az Isten akarata valósuljon meg ő benne. Egyébként ezt a Getsemáné kerti magányt, ezt Dzsida Jenő verse, a Nagy csütörtök, amit nyilván ismertek, egészen megrendítve ábrázolja itt a kocsárdi állomáson, ahogyan egymaga ott üldögéli, és átéli ezt a magára hagyatottságot, amikor nem volt csatlakozás, és mind aludtak, János, Péter is felsorolja, és ahogyan valaki emberként, a költő azonosul ezzel a Jézusi magánnyal. Tehát ez tovább él, de azt hiszem, hogy az ennek a magánynak a feloldása, ha látjuk azt, hogy voltak Istennek olyan emberei, és például a prófétákat is ide sorolom, akik vállalták ezt a küldetést, és Jézus is vállalta ezt a küldetést az Isten akaratában. És az utolsó még, amit mondanék, amire inspiráltál, és a kérdés is, hogy az ember egyedül van, és van-e társa az embernek. Én azt hiszem, hogy ez egyrészt horizontálisan, másrészt vertikálisan is megválaszolható, mert azért mindig csak Ádámról beszéltél, de van ott Éva is, meg az isnek van az is a megfelelője, tehát a női principium, és azért Isten ennyire nagyvonalú, hogy úgy mondjam, hogy az embert bár férfinak teremtette, de nővé is teremtette, és az egymás iránti vágyódást és a szeretet kapcsolatot kódolta beléjük, tehát ennek az alapvető magánynak a feloldása már azért ebben a szerelmi kapcsolatban két embernek a egymás iránti vágyakozásában is feloldódik. De a másik az ennél még teljesebb, amikor az Isten kapcsolatban tudja valaki ezt a magányát feloldani. Augustinus Szent Ágoston írja, hogy éppen a teremtettségre való utalással, hogy magadra nézve teremtettél minket, vagy a magad képmására teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, mondja. Tehát ez a nyugtalanság csak az Istennel való közösségben jut nyugvópontra. Viszont ez a közösség, ugye talán az Isten orca szónál érdemes egy kicsit megközelítenünk, vagy Isten kép más, ahogy Géza mondtad. Schweitzer József főrabbi úr fogalmazott úgy egyszer, hogy az Isten orca hordozói nem gyűlölködhetnek, nem mehetnek a másik ellen. És azt gondolom, hogy itt a fő kérdésünk, akár az Angyalvakond köteted apropóján is, hogy mégis mi az ember, illetve ki az ember, hogy képes erre, hogy mégis a döntései arra viszik, hogy az Isten orcát hazudtolja meg, és teszi, vagy mocskolja be, hogyha lehet így mondani. Ez önmagában egyébként egy teljes estét igénylő és nagyszerű téma, hogy mi az ember. Azt olvassuk, hogy szeresd az örökkévalót, a te Istenedet,
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Ve'ahavta Hashem Elokecha bekol levavcha, bekol nefshecha, bekol meodecha. Ahhoz, hogy mi valakivel kapcsolatba kerüljünk, ahhoz kell, hogy bennünk valami közös legyen. Az ember például tud szeretni egy tárgyat is. De sosem tud egy tárgyat annyira szeretni, mondjuk, mint egy állatot. Vagy én például nekem gyerekkoromban nagyon fontos volt egy fa. De az ember nem szerethet egy fát annyira, mint egy kutyát. Ezért van sokkal több tárgy, mint fa. És ezért van sokkal több fa, mint kutya. Az ember szerethet egy kutyust, de soha nem szeretheti annyira, mint egy embert. És akkor a nagy kérdés az az, hogy akkor, ahogy mondtam, az Isten azt akarja, hogy mi őt jobban szeressék, mint bármilyen más embert. A családunkat is beleértve. Nagyon világosan fogalmaz. Ezért viszi fel Ábrahám késsel a Moria hegyére Izsákot. Hogyan? Ez egy elképesztő feladat. Tehát, hogy hogyan lehet valakit szeretni, akit ugye nem látunk, és hogyan, ez egyetlen hogyan lehetséges. És nyilván most egy tisztán logikai következtetés vonok le mindabból, amit elmondtam, ez csak úgy lehetséges, mert az Isten nem szadista, és hogyha valamit elvár tőlünk, akkor az azt jelenti, hogy az reális. De ez csak úgy lehetséges, hogyha az összes létező lehetséges viszony között bennem és az Istenben több közös van, mint bennem és bárkiben. Nagyon komoly állítás. De másképp nincs értelme. Az Isten az, vagy az nem, tehát hogy hinni az nem egy ilyen szabadidős tevékenység. Tehát vagy komolyan vesszük, vagy ne vegyük komolyan. És ezért olyan fontos, és ezért van tulajdonképpen remény, hogy egyszerre van nagyon távol, és egyszerre van nagyon közel. Most abba bele se akarok menni, a legnagyobb vita, és ez az életem egyik legizgalmasabb dolga, még nem mertem állást foglalni igazából ebben a kérdésben, de hogy vannak olyan emberek, bölcsek, akik abban a kérdésben, hogy a lélek maga teremtett dolog-e. Ez a hivatalos fősodor, a lélek az egy teremtmény. De a misztikusok, sok vallás misztikusairól beszélek, tehát most itt ebben benne vannak a haszidok, benne vannak a, hogy hívják a iszlámban a misztisokat? Szufik. Ők is így gondolják. És biztos vagyok benne, hogy a kereszténységen belül is volt, aki ilyesféle következtetésre jutott, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy van belülünk, bennünk egy szikorka, egy icike-picike az Istenből. Tehát itt az előbb elmondtam, most nem fogok fárasztani, még tényleg az idő sem teszi lehetővé ezt, hogy hosszabban kellene kifejteni, de mint hogy az emberre van négy szó, ugyanígy a lélekre is a Tórában van öt szó. És mindegyik lélek szó az egy színvonalat képvisel. Most ezt úgy kell elképzelni, most nagyon röviden mondom el, hogy az Isten sem egy olyan dolog, mint a májkrém, tehát hogy annak is rétegei vannak. És az Istennek, most ezt jól értsétek, van a legszéle, a legkülsőbb pontja, és nekem pedig van a legbelsőbb pontom, és ahogy két kör egyetlen egy pontban összeér, úgy a misztikusok szerint a bennünk lévő lélek, és ezt teszi olyan közelivé, a legközelebbi rokonná, ha szabad ezt mondani, a mennyei atyát, hogy ez animál, ez az élet lehelete, ezen a ponton találkozunk. Ez mindenkiben benne van. Ezért az emberi méltóság bázis szövege az, amiről beszélünk, hogy az ember az Isten képmása. Ez egy forradalmi újítás. Tehát, hogyha most megnézzük a szellemtörténetben, ez úgy szokott ez kinézni, hogy van a mi népünknek egy Istene, meg van a ti népeteknek egy Istene, és megyünk háborúba, mind a ketten
égetjük az állatokat, aztán majd a mi istenünk legyőzi a ti isteneteket. És akkor erre fölbukkan egy hagyomány, amelyik azt mondja, hogy sztornó, ez úgy, ahogy van. Nagyon kicsi és szűk, egy Isten van, és nem lehet lerajzolni. Nehézség, hogy elég a 20. századra gondolnunk, hogy hányszor rajzoltuk le mégis az Istent, és alkottuk meg akár különböző háborúkban a magunk isteneit, és tűztük a zászlónkra, tehát nem kell olyan messze menni, hogy ez a hagyomány a gyakorlat oldalán láthatóan nem állta meg feltétlenül a helyét, illetve nem úgy valósult meg. Viszont kicsit, hogy igen, az idővel nekem kéne gazdálkodnom, és rossz sáfára vagyok, úgy tűnik. Kicsit ugorjunk tovább, és térjünk rá kimondottan a szegénység kérdésére. Ugye a hajléktalanságról bőven lehetett hallani az elmúlt időszakban, kedvelt témája nagyon sok médiatérméknek, nagyon különböző oldalról, viszont nagyon keveset beszélünk, és kevés olvasható a mély szegénységről. Tehát, hogy úgymond a kattintásvadász hírek mögé nézve, azt gondolom, hogy egy kicsit fontos lenne meglátni, hogy mi is vesz körül minket a társadalmunkban, mit is jelent valójában a szegénység, mit jelent a szegény felebarát fogalma, és mit jelent az, hogy valaki esetleg bár nem utcán él, de mondjuk fűtetlen lakásban kell, akár idős korában a téli időszakot átvészelnie. Hogyan viszonyulunk ehhez? Mit kezdünk vele, Tamás? Egy olyan egyházkerületnek vagyok a püspöke, aminek a központja itt Budapesten, ráadásul Budán van, eléggé elegáns környezetben, a 12. kerületben, és azért sokszor van ott az embernek rossz lelkiismerete, hogyha azokra ugyancsak az egyházkerületünk területén élő szegényekre gondolok, akik Borsodban, Szabolcsban, és most lehetne megyéket sorolni, de akár Budapesten is, nem egyszerűen csak szegénységben, hanem valóban mély szegénységben élnek. A hajléktalanság téma, ami hát ennek a beszélgetésnek is az egyik része, azt hiszem, hogy megkerülhetetlen, de nagyon sokan nem hajléktalanok, hanem a saját otthonukban fagynak meg. Ez a legmegrendítőbb. Amikor egy Pest megyei faluban jártam tavaly vagy tavaly előtt, és a helyi lelkész elvitt az ottani, Pilisről van szó, elvitt az ottani ilyen barlanglakásokba, egészen megrendített, hogy a hegy oldalába vájt ilyen, talán eredetileg tényleg állatok védelmére szolgáló helységekben élnek sokan, életvitelszerűen, és oda születnek a gyerekeik, amíg tudnak még fölkapaszkodni, vagy megkapaszkodni, addig onnan ingáznak, és valahogy bemennek Pestre dolgozni, vagy valamit keresni, de ha már elhagyják magukat, akkor nem is tudnak, de még ha kijebb megyünk, akkor ott vannak a házak, az üres házak, legfeljebb egy-egy idős ember él bennük, akikről a falunak, beleértve az önkormányzatot és beleértve az egyházat, gondoskodniuk kell, mert különben megfagynak. Tehát nem csak az aluljárókban lehet megfagyni télen, vagy a bokor alatt egy Pest környéki erdőben, hanem valakinek a saját házában is, amelyet ő felépített, amelyet tisztességesen kifizetett, és mégis ő egyedül maradt, és hát sok oka van ennek a lecsúszásnak, ennek a mély szegénységnek, és nem tudták onnan fölemelni. Nagyon sokszor az egyház is nem vesz tudomást ezekről a köztünk élő embertársainkról. Kiírtam egy, mert hogy ez nem csak a prófétai hagyományban fordul el, hanem rögtön a túrában, az Exodus 22, a Mózes második könyvének a 22. részében, ha megtalálom, de akkor lehet, hogy fejből leszek kénytelen mondani. De rögtön héberül, persze. Jó is lenne, ha fejből tudnám az egészet.
A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Az özvegyet, az árvát ne nyomorgassátok. És most jön a lényeg, ezért ez már nem kutyafül ez a fogalmazás. Ha sanyargatjátok őket, hozzám kiáltanak, én meghallgatom kiáltásukat, felizzik haragom, és megöllek titeket karddal. Úgyhogy feleségeitek özvegyekké lesznek, és a fiaitok árvákká. Csak azt akarom, nagyon gyakran hallja az ember, hogy a rituális tóra, és aztán jöttek ezek a nagyon édi-bédi proféták, és picit lágyítottak az üzeneten. Ez nem így van. A tórában már nagyon világosan fogalmaz a Jóisten, amikor a szegényekről van szó. Szóval annyira, hogy egy Aram Joshua Heschel, egy 20. századi amerikai rabicska viccesen azt szokta mondani, hogy Zeus a nőket szereti, Isten az özvegyeket. Mit akartam mondani, hogy egy ilyen személyes történetet én is mondjak, mert a püspök uram is mondott egyet, hogy én tavaly novemberben megkeresett engem egy, nem akarom elárulni, egy vidéki nagyváros börtönének a sajtóreferense. És elmondta, hogy az ő börtönükben van egy anyagyermek részleg, és az egyik ott raboskodó nő hallott valami interjút, és lenne egy kérdése számomra, és szeretné személyesen föltenni. És hát sikerült, eljutottam, és most természetesen nem fogom kibeszélni ezt az ügyet, mert az nem lenne szép dolog, hanem inkább csak azt mesélném el, hogy ott mit láttam, mély szegénység és egyáltalán. Egy ilyen anya gyerek lésznek, az úgy néz ki, hogy a csecsemők egy éves korukig maradhatnak. Tehát független attól, hogy még anyatejen van-e vagy nincs, az egy éves születés napján ugye három dolog történhet, vagy a család megoldja, vagy találnak egy gyámot, aki ugye nem családtag, de megfelel, vagy a legrosszabb eset, hogy megy a gyerek a nevelő otthonba. Na most, ez egy nagyon különös helyzet, hogy ugye egyrészt a gyerek érdekeit nézik, és azért hozták létre ezt az anyagyermek részleget, másfelől viszont büntetik az anyát. Ezt nem lehet megsporolni, ő ottan a szabadságvesztését tölti. Tehát hiába van mikró, meg fürdőszoba, azért az egy börtön, ebből adódóan például nem aludhatnak együtt. Következésképpen, ami egy fontos, azt hiszem, intim része a gyereknevelésnek, hogy őt, ezt a gyereket sosem altatják, hanem még ébren kell tőle elválni minden nap. Na most én ott hallottam egy ottani nőről, akivel megtörtént az a csoda, ami egyébként 100 évben egyszer fordul elő, hogy a szabadulása napján lett egy éves a gyerek. Ez egy csoda. Tehát ez egy csoda. Na most, ez egy enyhe, vagyonelleni bűncselekmény, börtönbe került. Leány volt, egy volt állami gondozott, aki drogozott. 5 hónapos korában vette észre, hogy várandós. Azonnal leállt a heroinnal. És most, mikor megtörtént ez a csoda, kiderült, hogy őrület, kiderült, hogy nincsenek körülményei. Nincs hová hazavigye ezt a gyereket. Írt leveleket, de senkinek nem akaródzott egy büntetett előletű nőt egy éves gyerekkel bevállalni. Nem is szóval arról, hogy nem volt szabaduló ruhája. Ugye nyáron csukták le, és most télen szabadult, novemberben, mondjuk ezt 2 telefonnal meg tudtuk oldani, de az, hogy egy nőt, hogy ezt a gyereket most ne válasszák el tőle, ezt már nem. Most csak jelezni azt, hogy ez csak egy csepp a tengerből, de hogy a 21. században, amikor a javak ilyen mennyiségben állnak, már anyagi értelemben rendelkezésre, ez egyszerűen felfoghatatlan, hogy ez ne legyen megoldható.
Magam is dolgoztam szociális területen, családok átmeneti otthonába, illetve korábban még ilyen, még lehetett 18 év alattiaknak is, akik gyermeket vártak, vagy már gyermekük született, és nekik, akik eldobta a család őket, biztosítottak ilyen helyet, és ott is láttam, hogy mindig ez a kérdés, hogy nem az, hogy jól neveli a gyermekét, ez is természetesen egy meghatározó, vagy szeretettel van-e a gyermeke felé, de hogy van-e hova vinni, ugye, és nagyon sokszor ugye állami gondozásból úgy kerültek aztán anyává sokan, hogy csak az intézményi ellátórendszert ismerték, mint otthont, vagy mint hajlékot. Tehát, hogy egy átmeneti szállás és életforma vált otthonává sokaknak, és ezt az ottani munkások, így mondjuk én sem tudtuk megoldani, hogy mást kellene, hogy jelentsen az otthon, illetve másra készíteni fel őket. Amikor a könyvedet írtad, ugye ebben 50 történet szerepel az Angyalvakonban, én hoztam egy másik könyvet, nem konkurensként, most nemrég jelent meg, a Katolikus Egyház adta ki, ebben 26 sors van, ami pont ilyen intézményi rendszerben segített. Dér András készítette a portrékat a szereplőkről. De speciál egyébként nem láttam még a könyvet, de ismerem azt, aki ezt a otthont vezeti, Kunszabó Pannának hívják. Igen, igen. El a akkor ezt azért megkapod majd ajándékba. Az a címe, hogy Senki gyermekei, és engem drámaian ért ez a cím, mert hogy valahol kifejezi ezt a léthelyzetet, amiről mindketten beszéltetek, hogy igazság szerint, bár megállapítjuk, hogy az Isten orca hordozói, de a világ ugyanúgy nem fogadja be őket. Nem adják meg ezt a támaszt, és senki gyermekei lesznek. Végképp nem hivalkodni akarok, mert ezen a területen aztán végképp nem szabad, csak jelzem, hogy most húsvétra egy istentiszteletre készülünk az egyházban, ahol a börtönnel kapcsolatos szolgálatot szeretnék megerősíteni. Ugye ez gyakorlatilag megy, hogy lelkészek, püspökök börtönbe mennek, de most egy kicsit más területre indultunk el. Az volt a tervünk, ami most talán megvalósul, hogy nem egyszerűen bemegyek a börtönbe, hogy korábban is itt ott szolgáltam máshoz hasonlóan, hanem egy olyan istentiszteletet tervezünk tartani egy budapesti evangélikus kollégiumban, a Rózsák terén, ahová a börtönben levő börtönlevő embereknek a családtagjait hívjuk, és lehetőség szerint magukat, a börtönben levőket is eltávozásra próbáljuk elhívni az Angyalfa Alapítvány és mások segítségével, evangélikus börtönlelkészek támogatásával, és nagyon azt szeretnénk, hogy lenne egy istentiszteleti része húsvét délelőttjén, és utána egy közös étkezés, ahol egy ünnepi terített asztalnál ülnénk, tehát nem népkonyha, nem valamiféle ingyen ebéd, hanem szépen megterítve asztal mellett, gyertya mellett közösséget átélve, lehetőleg ki a saját családjával, ha egy gyerek tényleg el volt szakítva az édesapjától, édesanyjától, aki börtönben van, de legalább húsvétkor vagy karácsonykor együtt lehetnek, akkor ezt át tudják élni. Ha ez a kapcsolat nem valósulhat meg, akkor valaki mással, aki a család helyett ott van segítő támaszként. Ez csak egy példa, de átérezve ezt a nyomorúságos helyzetet, amikor tényleg a családok szétszakítása ennyire drámaian jelentkezik, talán az egyház ilyet is tud tenni, vagy hát nagyon szépek azok az alkalmak, amiket a Szent Egyed közösség, a Szent Egidio közösség szervez, hogy hajléktalanoknak istentiszteleteket és közös étkezéseket tart Józsefvárosban, például a Horváth Mihály téren, de máshol is, hogy itt megint az a méltóság, ami fontos, amit mondtam a Zsoltár kapcsán is, hogy az embernek megvan a méltóság, hogy ne a padon töltse, ne a bokorban töltse azt az ünnepet, hanem emberek között, fehér abrosz mellett, finom ételt elfogyasztva, jó szót kapva, énekelve, imádkozva, ha tud, ha akar, hanem akkor hallgatva. Tehát ezeket az egyház sokféle akcióval, vagy sokféle szolgálattal megpróbálja megvalósítani. Ami persze kevés, tehát ez sokkal többre lenne szükség, de talán jelértékű lehet.
Az angyalvakonyban ugye 50 nem tudom, történet, megközelítés, élet, út, illetve élet, helyzet, ábrázolás szerepel líraként, és van, ami személyes tapasztalatodon, van, ami pedig elvonatkoztatva került rögzítésre. Nem is a történetére lennék kíváncsi, hogy mi indított el, hanem sokkal inkább arra, hogy milyen mélységet jártál be ebben. Tehát, hogy neked mit jelentenek ezek a történetek? A mélységet ők járják be, hogy mondjam. Tehát, hogy én nagyon érthető módon, mondjuk sötét színekkel festünk itt. Ez egy nehéz téma, de azért picit visszatérve arra egy anya-gyerek részlegre, csak még egy mondat erejéig, hogy azért ezt ünnepelni kell, hogy legalább van egy ilyen. Én legalábbis nem csak fájtam, hanem hát nagyon tudtam örülni annak, és ott volt egy védőnő, aki szintén nagyon, hogy mondjam, lelkesen azt magyarázta, hogy ez az egy év, ez létrehozza azt a kötődést a gyermekben, aminek a jelentőségét nem is lehet eltúlozni. Tehát, hogy a szemébe néznek pelenkázáskor, az, hogy beszélnek hozzá. És nem, mint esetleg később majd az egyik lábánál fogva emelik fel, és mechanikusan egyiket a másik után cserélik, független attól, hogy mikor kakilt be szegény. Tehát tudod, ezek ilyen... Ez nagyon fontos. Az angyalvakond, illetve maga ez a... hajléktalanság, ez egy világjelenség. Ezt én legalább annyira tapasztaltam Amerikában, mint itt. Tehát mindenféle élményemet ebből a szempontból összedolgoztam. Önkénteskedtél is, ugye? Éjszakánként egy héten egyszer talán olvastam valahol. Így van. Leültél, miután kiosztottad a szobákat, vagy a törőközőket, leültél tévét nézni velük, valahol olvastam. Így van. Ez egy zsinagóga, és egy óriási vita volt e körül, tűnik, ezek a hajléktalanok az óvodában aludtak, és bizonyos szülőknek ez nem nagyon tetszett. Ez egy nagyon minőségi hely, ez, amiről most beszélünk. 11 ember fér el, és ezek évek óta ott alszanak tulajdonképpen, és tehát ezek nem zűrös figurák, és hogyha mégis van zűr, mert volt zűr, folyt vér a WC-ben, és akkor az ember hall egy kiáltást, és berohan a WC-be, és mind a kettő azt mondja, hogy ő volt, és egy kés van a földön. Hát addigra már tudtam persze, hogy melyik az, aki szúr. És természetesen ő volt a nagyobb hangú, az áldozat. És akkor itt a kérés, vagy a kérdés, hogy akkor ugye krokodil könnyekkel könyörög nekem, hogy ezt mégse kéne megírni a jegyzőkönyvbe, mert akkor most mi lesz, stb. Stb. Közben viszik kórházba a másikat, ezt ne kéne megírni? Tehát, hogy azért ezek nagyon, nagyon nehéz ügyek. És ez működő zsinagóga egyébként? Ez egy működő zsinagóga. Én 9-től 6-ig voltam, este 9-től reggel 6-ig. Fóliázott, a mélyhűtőből veszük elő a fóliázott kaját, van vegetáriás opció, tehát, hogy mindenkinek saját vaságya, saját samponja, kis ilyen salgószekrényszerű szekrényben őrzik a dolgaikat. Tehát ez egy hihetetlenül jól működő hely, amit mondom, el kell hagyni reggel 6-kor, és mire megérkezik az óvoda, minden kiszellőztetve, és takarítónők, stb. Tehát hogy ez egy, ebből a szempontból egy ilyen kétfunkciós hely,
és remekül működik. Kérnélek, hogy olvassál fel a könyvből egy Ádám, kis biztos. Mert, hát nem, mert attól annyira szalad az idő, hogy most itt elkezdünk verset olvasni. Én azt mondom, hogy beszélgessünk. Egyet értenek vele, hogy biztos? Aki akar olvasni. Úgy jeleztük, igen, tehát akkor ugorjunk tovább. Akkor csak kiegészíteném, csak annyit, bár a versek azért hiányoznak, de akkor olvassa mindenki külön-külön, és vegye meg a hajléktalanoknál, mert ugye ott terjesztik. Tehát csak kiegészítem, ez az anya hiány érintett engem is, meg akár börtönben, vagy kórházban, ugye hát arról is szó van Magyarországon, hogy az édesanyák ott lehetnek-e betegek mellett az ágyon, vagy ott kell, hogy kuporogjanak jó esetben csak a széken, és egyre nagyobb az igény, hogy ezt meg tudják teremteni. De valami hasonlót éltem át egy nigériai menekültáborban, ahol Buda Anna Máriával egyházunknak a diakóniai osztályvezetőjével jártunk az elmúlt évben, és sorra jöttek a menekültáborban hozzánk ezek a kis lurkók, akik hónapok vagy évek óta már ott élnek, és a szüleiket jó részt elveszítették, és ott a kormány, az állam, úgy, ahogy gondoskodik róluk, a katonaság viszi őket érdekes módon iskolába, és segítenek a higiéniai, meg egyéb körülményekben, meg a tanulásban, de a személyes érintkezés rettentően hiányzik nekik. És oda jöttek hozzánk, és nem értettük a nyelvüket, de megérintették, és akkor Anna Mária munkatársam kezébe vette a kis kezüket, és elkezdett kerekecske gombocskát játszani, meg bújbújzöldágat játszani, és ezek a gyerekek egyik a másik után szaladt oda, és mindegyik ki akarta ezt próbálni, mert végre volt egy néni, végre volt egy asszony, aki a lelkiségével ott volt, és megérintette őket. Tehát nagyon mélyen érintett engem ez a személyes találkozás. Engem egyébként a hajléktalan ellátásban, mint alkatomnál megfelelőnek, vagy nem tudom, tehát hogy ez, hogy a megfelelő mennyiségű kalória, az évszaknak megfelelő ruházat, stb. Ez az első. Én valahogy mondom, érdeklődésem, vagy nem is tudom, minél fogva, engem a második az, ami úgy érzem, hogy én arra vagyok inkább kalibrálva. Ez pedig az, hogy jó, most, hogy evett, és most, hogy fölvette a ruhát, most akkor kellene beszélgetni, mert nem csak kenyérrel él az ember, ugye, az benne van a Tórában, hanem mind abból, ami az Úr szájából származik. Tehát, hogy akkor jó, most akkor ezek a közvetlen testi szükségek úgy, ahogy mára rendbe lettek téve, de hogy hogyan kellene valahogy megismerni egymást, vagy hogy tudom én. Tehát, hogy, és erre nagyon ritkán kerül sor, ez már luxus számba megy, hogy erre legyen hely is, meg idő is, hogy az ember az meg tudja még azon túl, hogy hányban született, meg mi a neve, még valamit. És ez... Számomra ez a legfontosabb, hogy úgy mondjam, a saját életemben is, hogy mondjam, ezt az életemből is ezt a tapasztalatot szűrtem le, hogy az, hogy kivel hogyan beszélnek, mibe veszik, az a lehető legfontosabb. Elmondok egy történetet, ez nem az én történetem, ezt egy püspöktől hallottam, egy katolikus püspöktől, talán ismered, Székely János. Hogyne, Szombathelyi megyés püspök, kitűnő ember. Ő mesélte nekem ezt, ez egy ilyen, tudom, amikor ezt hallottam, úgy összeszorult a szívem. Székely János Balatonon táboroztatott, mint egy ilyen frissen végzett, felszentelt pap. És az ő csoportjában az egyik nevelőtől eltűnt 1000 forint. Egyből beindult a dolog, hogy azt csinálta. És volt ott egy kis cigány gyerek, aki teljesen süket volt. Ismered a történetet? Teljesen süket volt ez a kis cigány, hogy mindenre bólogatott. Nem hallott egy nyikot se, és mikor megkérdezték, hogy te loptad el az 1000 forintot, akkor arra is bólogatott. És valahogy
püspök úrnak ez a dolog, ő gondolt valakire. Volt ott egy fiú, aki egész nap magányosan vízibiciklizett ebben a táborban, és valahogy mondták is neki, hogy látták a sátor körül, tehát valahogy úgy gondolta, hogy nem ez a süket kisfiú volt. És összehívta vacsora után a gyerekeket, és azt mondta, hogy hát valaki elvesztett 1000 forintot, egy más valaki meg elveszítette a becsületét. De csak félig, mert még nem késő. Azt mondja, én ebben a sátorban most betettem egy kalapot, mindenki vegyen egy darab ceruzát és egy darab papírt, és mindenki menjen be egyesével. És aki ellopta az 1000 forintot, azt tegye be a kalapba a nevét, vagy valami ilyesmi. És ő minden alkalommal bement a sátorba lépők után megnézni, hogy akkor van. És a 6. gyerek után a kalapban volt egy név. Kijött, azt mondta, a többinek nem kell bemenni. Természetesen nem mondom meg, hogy ki volt. Ezt úgy oldottam meg, hogy tényleg ne lehessen rájönni. Természetesen kifizetem az 1000 forintot helyette. És akkor menjetek aludni, jó éjszakát. Ezt megoldottuk sikerrel. Mondanom senkül, hogy másnap oda sündörgött hozzá valaki, hogy én voltam. Mire megölelte Székely János, és azt mondta, ez egy nagy-nagy dolog volt, hogy te ezt így, ezt a nevedet oda beledobtad ebbe a kalapba. Ez egy nagy dolog. És te egy erős ember vagy. Azt akarom csak mondani, hogy amikor az ember, mert mindig feszeng az ember, ha egy hajléktalan mellett ül, mert hát olyan világok választanak el bennünket, amikor ő innen, én jobbra, ő balra, azt a két világot, azt nem lehet olyan könnyen áthidalni. De mégis a legfontosabb az mégis valahogy a számomra, hogy amikor beszélgetünk, akkor az olyan legyen. Igen, erre az emberségre szeretnék egy kicsit rátérni még itt a beszélgetésünkben, és abban a felelősségünkre, mert azt gondolom, hogy ez egy nagy kérdés, hogy valószínűleg legegyszerűbb változatot tesszük, amikor szociális kérdésekről gondolkodunk, hogy úgymond az államra és az adóforintjainkra hárítjuk a felelősséget. Azt mondjuk, hogy mi befizetjük a kasszába, jobb esetben az egészet, amit be kell, rosszabb esetben azt is megoldjuk, hogy kevesebb legyen esetleg, és utána elvárjuk, hogy a javakkal jól éljenek, és jó döntések szülessenek, és annak megfelelően lehetőleg minden oldódjon meg, amit mi magunk előtt látunk. De az élet nem ilyen egyszerű, mert hogyha így megoldódna, akkor saját felelősségünk nagyon nem is lenne, viszont azt látnunk kell, hogy igenis fontos azzal foglalkoznunk, hogy mi a mi részünk ebben. És én mondjuk első körben nem is az egyéni felelősségre, vagy a civil társadalom felelősségére kérdeznék rá, hanem valahol az egyház felelősségére. Tamás említetted, hogy vannak nagyon jó példák. A Rózsák terén ez a húsvét vasárnap létrejövő istentisztelet, együttlét, egy csodálatos alkalom, vagy tényleg a jezsuitáknál megrendezésre kerülő közös ebéd, az valahol egy olyan méltóságot ad, ami nagyon kifejező. Viszont, hogyha belegondolok, és most a karácsonyi ünnepkört, vagy az adventi időszakot néztem meg, amikor ugye az adakozási kedv a legnagyobb, akkor valahol nagyon szomorúan láttam, hogy a keresztény felekezeteknél legalábbis, hogyha százalékosan kéne nézni, akkor az odafordulás, az a fajta magatartás, ami elvileg a krisztusi út követéséből ered, a szegények segítése, akár az ős gyülekezeti kép vagy modell, ez nagyon-nagyon mutatóban mondjuk így valósul meg. Gyülekezetek
alkalmanként egyszer-egyszer egy évbe tartanak egy ilyen alkalmat, és minthogyha kipipálnák azt a részt, ami a másik testvér megsegítésére utal, vagy mindegy felelősségként megjelenik. Elnézést, hogy itt provokállak ezzel, és tudom, hogy ennek valamilyen szinten te az egyházunkban élharcosa vagy, hogy ne így legyen, és ne ez legyen a valódi kép, de minthogyha egy látleletként ez elmondható lenne. Sajnos sok fájdalmam van, és fájdalmunk van itt ezen a téren. Az egyházak valóban sokkal többet tehetnének, sokkal többet tudnának tenni, mint amit tesznek. És megint csak egy afrikai példát hozzak, ugyanabban az országban, Nigériában egy istentiszteleten azt éltem át, hogy úgy persejeztek, hogy több persej tettek ki, egy ilyen faágszerű képződménynek voltak ilyen ága bogai, és arra tettek ki egy-egy ilyen kosarat, és minden kosára rá volt írva valami cél. Az egyik az volt, hogy gyerekmunka, a másik az, hogy szegények közötti munka, a harmadik a misszió, a negyedik a nem tudom, özvegyek segítése, és jöttek ki az Isten tiszteleten az emberek, de liturgikus keretben, miközben folyt az éneklés és tartott az Isten tisztelet, annak keretében, mint ahogyan az offertórium az eredeti funkciója szerint az Isten tiszteletnek a része, hogy felajánlás történik az Isten céljára, de emberek megsegítésére egyúttal. És karonülő gyerekekkel, az édesanyák, meg aggasztyánok, és kiki egyikbe, másikba, harmadikba tett, de volt, aki csak az egyikbe tett, volt, aki mindegyikbe, mert átérezték azt, hogy a segítésnek különböző csatornái vannak, és mindegyiknél lehet ezzel élni. Mi nagyon sokszor keveset adunk, és ugye szokták mondani, hogy a hívő embernek is utoljára a pénztárcája tér meg, és sokszor úgy nehezen szánjuk rá magunk arra, hogy az özvegyasszony két fillére bibliai történetnek megfelelően ne a fölöslegünkből adjunk, hogy valamit átutalunk, na jó, akkor a sok pénzünkből egy pár ezer forintot egy célra átutalunk, vagy odaadunk egy koldusnak valamit, vagy megveszünk egy Rőri Géza könyvet a hajléktalantól, hanem hogy a mindent oda tudunk adni, és nem mérics kérünk. Tehát ez a bátor odaszánás, ez nagyon hiányzik. De hogy ne csak önostorozás legyen, azért két jó példát hadd mondjak, részben ismert személyekről van szó. Az egyik Eken András, aki a 20. század egyik kimagasló evangélikus lelkésze volt, egy magas képzettségű filozófiai és teológiai képzettségű személy, aki egy alföldi városkában, Hódmezővásárhelyen kezdte a szolgálatát, és nagyon hamar fölmérte, hogy a gyülekezeti tagjai között is milyen sok nyomorult ember van. Egyszer meglátogatott egy családot, és azt látta, hogy két gyerek van otthon, a 8-10 éves fiúcska áll a sámlin, vagy valami hokerlin, és kavargatja, vagy még talán annyi sem volt, egy 6-8 éves fiú, kavargatja az ételt, és ott van mellette egy pici, még kisebb gyerek. És akkor kérdezi, hogy főzőcskét játszotok? Azt mondja, nem, én főzök a hugocskámnak, mert az édesapám meghalt, az anyukám pedig kórházban van, és ez a 6-8 éves kisfiú, mint egy család fenntartó kellett, hogy viselkedjen, és főzött a kisugának. A másik alkalommal az volt, hogy megrángatta hátulról egy koldus, és pénzt kért tőle, hátra nézett, és látta, hogy az egyik hittanosa. És nem is tudta, hogy olyan gyerekek járnak a hittanórára, akik civilben, úgymond a hétköznapokban koldulásból élnek. És akkor elhatározta, hogy árva otthont hoz létre, és neki saját gyerekük nem volt, de ebben az árva otthonban 10-12 gyereket neveltek, és amikor aztán Budapestre került, a Deák térre hívták, akkor egyetlen feltétel szabott, hogy a Deák téri parókiát úgy lehessen átalakítani, hogy ezeket az árvákat magával hozhassa. Egyetlen példa, nagy kisugárzása van. Ugyanakkor ő azt is megtette, hogy a gyülekezetében gyűjtést indított Albert Schweitzer Lamberénei kórházának a megsegítésére, mert olvasott arról, hogy ott Gabonban leprásokat és más betegeket gyógyítanak. Tehát a
lokális és a globális segítés egyszerre jellemző volt rá. A másik, a ismertebb személyiség Sztélo Gábor, azt hiszem, hogy ő neve Kekan Andrásnál is ismertebb, ugye most kapott Magyar Örökségdíjat. Most Sztélo Gábor volt az, akit mi zsidómentő szoktak nevezni, és ez való igaz, hogy ő a vészkorszak idején több ezer zsidó gyereket és több száz felnőttet meg tudott menteni, de a különböző életszakaszaiban ő mindig máson segített, aki éppen rászoruló volt. Először a népfőiskolák szervezésével a tehetséges parasztfiatalokat akarta helyzetbe hozni, utána 44-ben a vészkorszak idején a zsidó gyerekeket mentette, akiknek a szüleit Auschwitzba, Birkenauba vitték. Utána a Gaudiopolis szervezte meg az Örömvárosát, ugye ez a híres gyermekköztársaság, akkor, amikor már a diktatúra uralkodott Magyarországon, ott még egy kis köztársaságot tudott megvalósítani, és ott a Nyilasnak a gyereke, aki börtönben volt, és a kommunistának a gyereke, meg a zsidónak a gyereke egy közösségben, egy köztársaságban volt. És végül, amikor ezt is elvették tőle, mert államosították ezt a Gaudiopoliszt, akkor, és ez a legszebb szinte az egészben, a fogyatékosokhoz fordult, és akkor megteremtette, vagy létrehozta az evangélikus egyháznak a diakóniai munkáját a fogyatékos gyerekeknek a fölkarolásával, és azóta is Sztélo Gábor tekintjük az evangélikus diakónia megalapítójának. Tehát vannak jó példák is, amiket érdemes elmondani és megosztani, de ez nem jelenthet takarózást azzal kapcsolatban, hogy nekünk ma ne kéne segíteni. Igen, Sztélo Gáborral kapcsolatban eszembe jut, hogy az akkori lelkészi kar se teljes mértékben értett egyet azzal a szociális érzékenységgel, hogy ezt kell egy lelkésznek tenni, amit ő akkor tett. Nekem ez lenne még, bocsánat, hogy ezt tovább feszegetem, de a kérdésem, hogy a szegények megsegítésében a nélkülözőkhez való barátságos és odaforduló hozzáállásban Jézus egy nagyon radikális utat hirdetett, amit te is említettél, hogy tehát akár az éhez nem is el nem adtatok kérdésében, hogy önmagára fordította mindezt le. Ahogy itt elhangzott, hogy mi az ember, ugye ebből meg az adódik, hogy ezt nekünk igencsak gyakorolni kéne. Hogy látod, hogy mi ennek az akadálya? Tehát, hogy keresztény közösségeknél, hogy mégsem, illetve nagyon-nagyon szűk százaléknál mondható el, hogy ezt a fajta utat valóban megélik. Attól tartok, hogy az egyházaink és a közösségeink túlságosan önmagukkal vannak elfoglalva. Tehát egyfajta önértelmezéssel törődnek, és a saját menedzselésüket fontosabbnak érzik a kisugárzásnál. Talán ez egy rossz örökség, az elmúlt rendszertől kapott rossz örökség, hogy az egyházakat arra kényszerítettük, hogy küzdjenek, kaparjanak a megmaradásért, és nem igazán nyitottak a rászorulónak, az esendőnek a támogatására, mert azt gondolják, hogy éppen elég belső bajuk van. Tehát egy ilyen önmagukkal való foglalkozásban vannak, és megérinti őket a hatalomnak, vagy a dicsőségnek a kísértése, az istentiszteleteink, ahol én nagyon fontosnak tartom, hogy szép legyen a liturgia, és ünnepélyes legyen az istentisztelet, de mégis nagyon sokszor az istentiszteletekben véli az egyház önmagát megvalósítani, és hiányzik ez a liturgia utáni liturgia, hogy kimegyünk a templomból, és ott is istentiszteletet végzünk, nem csak a templomban. Luthernak van ez a szép mondása, hogy az a szolgáló lány, aki elmossa a templom kövezetét, ugyanúgy istentiszteletet végez, mint az érsek, aki az oltár körül forgolódik. Ez a munkának a nagyon nagy megbecsülése, egy komoly munkaetika megalapozása, és a hívő ember ez ajándékként éli meg, hogy munkát végezhet, feladatot végezhet, és abban tudja a másik embert szolgálni. Az Istentől kapott javakat a fele barátokon keresztül tudja továbbadni. És ugye szeresd az Urat, a te Istenedet, amit olyan szépen mondtál,
Géza, teljes szívedből, erődből, lelkedből, együtt van azzal, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. Tehát a kettő az együtt van. Mi sokszor csak az elsőt hangsúlyozzuk, az Istenhez való kapcsolatot, pedig Isten nem lehet a fele barátok nélkül szeretni. János apostol mondja, hogy ha valaki szereti az Istent, akkor a fele barátját is szeretnie kell, mert az Istent, akit nem látunk, nem szerethetünk úgy, hogy a fele barátunk, aki ott van velünk, és látunk, és naponta látjuk a hajléktalanokat, meg az esendőket, de őket nem szeretjük. Tehát az Isten tiszteletünk hamis, hogyha hiányzik az ember szeretet. És az egyház sokszor belecsúszik abba, amit még egy Luther gondolatot hadd mondjak, amit ő úgy mond, hogy a dicsőség teológiája, hogy a napfényes oldalon akar lenni az egyház, és nem vállalja azt, amit a szenvedés teológiájaként, a kereszt teológiájaként határoz meg a reformátor, a teológia cruciszt. Tehát túlságosan a dicsőséggel vagyunk elfoglalva, és ráadásul nem az Isten dicsőségével, hanem a magunk dicsőségével, és várjuk azt, hogy megdicsérjenek minket a médiában, a kormányzat, a másik egyház részéről, tehát szomjazzuk a dicséretet, talán a frusztrációink miatt, hogy mindig úgy éreztük, hogy háttérbe vagyunk helyezve, és ez a dicsőségkeresés, ez elveszíti az érzékünket a bajban levő embernek a meglátásától, és a mélységbe való szállástól. Jézus fent volt a hegyen, a dicsőségen, a megdicsőlés hegyén, Illéssel és Mózessel, de utána lement a mélybe, és ott találta az édesapát a beteg fiával, mert nem csak az anya-gyerek kapcsolat, hanem az apa-gyerek kapcsolata ugyanilyen fontos, hogy ott is a szenvedő gyermeknek és a beteg, egy ott epileptikus gyermeknek a megsegítése volt a cél, és Jézus a hegyen is ott volt, és a völgyben is ott volt. Nekünk is a hegyről le kéne menni, és a völgybe, a mélybe kellene menni, a mély szegénységben levőkhöz akár. A héberben a cedáha, jól ejtem kifejezés, a cedek igazságosság szóból ered, és ugye azt jelenti, hogy adakozás. Nekem nagyon kifejező ez a kettő, hogy az igazságosságból ered az adakozás. Erről hogy gondolkozol? Hát szó szerint ugye cedáka a cedekből az inkább azt jelenti, hogy igazságszolgáltatás. Tehát az adakozás, mint igazságszolgáltatás. Itt ugye, mindig elmondják, hogy ugye az adakozáshoz két kéz kell, az egyik, ami ad, és a másik, amelyik átveszi. Örüljél, hogy te vagy az, aki ad. A Talmudban van egy nagy vita erről, hogy ez egy... Az adakozás kötelessége az vajon személyre szóló, tehát arról van szó, hogy mivel én hiszek, és ez az Isten törvénye, ezért nekem cedákát kell adnom, még akkor is, hogyha egy alpesi svájci kisfaluban élek, és életemben nem láttam szegényt, a tizedet befizetem, és akkor ez egy személyes kötelesség, vagy ez egy szituatív kötelesség. Tehát hiába adtam egy tizedet, hogyha bemegyek Genfbe, és ott jön egy akárki az utcán, és kér, akkor attól, mert a tizedet befizettem, attól még nincs kipipálva ez a dolog. Ezt úgy fogalmazza meg a Héber, hogy ez hovat ha gamra, vagy pedig hovat ha hefca. Tehát személyes kötelesség, vagy pedig ilyen alkalom szülte kötelesség, nem lehet eltekinteni attól, hogy előtted áll egy szegény ember, és a rabik arra a következtetés is jutnak, hogy mind a kettő. Tehát, hogy nem elég az, hogy befizettem, hanem hogyha eléd kerül, úgy hozza az élet, akkor, nem, akkor is nagyon fontos az, hogy ott is kell adni valamit. Most felélettem, nagyon itteni, fölírtam magamnak elnézésére, de szinte majdnem egyenesen a repülőtérről jövök, úgyhogy most egy kicsit fölébredtem. És én is el akarok mesélni egy történetet. Ez is Afrika, de ez Szudán. 1984-ben, amikor polgárháború volt Szudánban, akkor Izrael teljesen titkosan 8000 olyan feketebőrű zsidót, akik a feketebőrű szudánit, akik magukat zsidóknak vélték, gondolták, ez volt az örökségük, hogy ők a 10 törzs egyikéből származnak. És Etiópiából is vittek. Később Etiópiából is. Na most ez a, úgy hívták Mitzvá Mosé, ez amikor... Éjszaka repülőgéppel repítették ki ezeket, azt hiszem két ilyen törzs volt.
Izrael, és amikor én először jártam Jeruzsálemben, és egy ilyen szudáni fiúval ültem egy humuszosnál, a Machane Yehudán, és ott ültünk, és akkor egyszer csak így látom, hogy így szinte könyvben lábad ez a fiú. És akkor kérdezem, hogy mi volt, és azt mondja, hogy látod azt az öreget, meg azt a kisfiút? És mondom, igen. És mondja, mi történt, hogy ott a zöldségesnél álltak, és vett almát az apa, és oda adott egyet a fiának. És a fia ilyen szudáni valamilyen nyelven, mert ugye én nem értettem, csak ez a barátom, ez a fiúcska azt mondta az apjának, hogy az egészet, és erre mondja az apja, hogy igen, mire a kisfi azt mondja, otthon hagytad a késed. Tehát ő még az, hogy ő egy egész almát megegyen, tehát ez, és akkor bekerült az első világba, ugye, mert, és hát ott minden megváltozott, és nagyon szép volt ezt látni. Mit akartam még mondani? Igen. Azt akartam még mondani, ezt nagyon fontos, és ez is egy olyan hihetetlenül radikális dolog. Visszatérve egy picit, hogyha még nem haragszol arra, hogy ki az ember, meg mi az ember. Van egy ilyen törvény a Tórában, hogyha valakit főbenjáró bűn miatt kivégeztek, akkor nem szabad napszálta után az akasztófán hagyni, hanem amikor meglátja azt az ember, akkor ezt le kell venni ezt az embert, még napszállt előtt, és el kell temetni. Most nyilvánvaló a szövegből, mint hogy akasztásról ír, ugye a Tórában található 4 halálnemben nincs benne az akasztás. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezt kivégezték ezt az embert, hanem arról van szó, hogy egy hívő zsidó talál egy fölakasztott embert. És ilyenkor nem szabad fönnhagyni ott lógni, hanem le kell venni még napszálta előtt, és eltemetni. És Rási, a nagy középkori kommentátor, a Talmud Sanhedrin taktátusából egy példázattal így magyarázza ezt a törvényt. Olyan ez mondja, mintha egy királynak lenne egy ikerbátyja. És ez az ikerbáty egy rabló lett volna, és felakasztották volna. És most jön a nép, és dominzelezel, mondja, tehát hasonlít egymásra a két ember, és azt fogják hinni, hogy a királyt akasztották fel. Egy hihetetlen, egy radikális dolog. Tehát Isten azt mondja, hogy mi az ő ikrei vagyunk. Na most visszafelé ez nem működik. Tehát mi ugyanaz ő ikrei vagyunk, mert ezt ő mondta, de ő nem a mi ikrünk. Ugye ez az, amire utaltam már, hogy nem egy ligában focizunk, de hogy ez egy ilyen komoly dolog embernek lenni. És azért mondom, hogy én amikor azzal a trükkel megyek oda általában a hajléktalanokhoz, most már ugyanez kicsit lecsengett, látom, hogy van náluk könyvem, és mondom, hogy én ezt szeretném aláírni. Mert azt gondolom, hogy akkor esetleg jobban megveszik, és ez az ürügy, ez a fedő duma, és akkor ezzel elkezdünk beszélni, hogy fogy, mi újság, és akkor elkezdünk beszélni. Egyik haverom mondta, hogy egy idő után, már annyit csináltam, mert mondom, mindig lesek, hogy azt mondta, hogy egy idő után majd az lesz a könyvritkaság, hogy találtunk egy dedikálatlan angyalvakondot. De hogy... Tudják, hogy te vagy a szerző? Hát megmondom nekik, ott van a fénykép, és mondom, hogy hát ha így előbb... És olvassák is? Elolvassák, igen. És az a visszatér, hogy nekem, én például, ha megadná az Isten azt, hogy Magyarországon élhetnék, akkor engem, én azt szeretném, hogyha bibliaórát taníthatnék hajléktalanoknak. Miután már ettek és zuhanyoztak, és még van egy fél órájuk esetleg, és nincs jó meccs a tévével, hogy akkor, és akkor én megmondom őszintén, mert valahogy ebben hiszek, hogy én mindig azt szerettem, hogyha velem keményen beszélnek. És én nem én akarok velük keményen beszélni, hanem kemény a valóság. Tehát én olyasmit akar, én olyasmiket mondanék
nekik, nyilván egy szöveg kapcsán. Tehát, hogy akkor most olvassuk ezt el. Például nem tudom, emlékszel a Dániel könyvében, a 7. fejezetben van egy ilyen szózat az égből, és maga az Úristen azt mondja a Nabukodonozornak, hogy a királyság elvétetik tőled, és füvet fogsz enni, mint az ökrök, és akkora lesz a szőröd, mint a sas tolla, és akkora lesz a körmöd, mint a madarak karma, és 7 évig fogsz így élni. Nem emlékszel erre? És akkor el is telik így 7 év, és az eső öntözi az ő testét, és stb. És 7 év után hirtelen egyes szám első szemébe vált a szöveg, és Nabukodonozor azt mondja, hogy megköszöni az Istennek ezt a 7 évet. És igazából engem ez érdekel mindennél jobban, hogy mit tudunk mi mondani ezeknek az embereknek. Hogy miért kell neki ezen keresztül mennie vajon? És hogy létezik-e az, amiről olyan könnyű dumálni, hogy tulajdonképpen minden, amin mi keresztül megyünk, azt úgy kell valahogy mégiscsak elképzelni egy hívő számára, mint hogyha lenne egy kötél itt az övünkhöz erősítve. Tehát azért meg lehet rázni azt a kötelet. Hogy elmondani például azt, hogy az arc az egy közterület. Tehát lehet szenvedni. De szenvedjünk akkor, amikor nem látnak minket. Ez nagyon fontos dolog, hogy a sebeknek, hogy úgy mondjam, van egy ilyen nyitvatartási ideje, mint egy virág, amelyik éjszaka nyílik. Tehát, hogy azt mondani, hogy az Isten elvárja tőlünk, mert ez így olyan szánalmas és olyan banális, hogy amikor mert a szerencse kereke ugye forgandó, és amikor pont nehéz, meg vacak, hogy más nem mondjak az élet, hogy pont akkor, még ha kell képmutatásból is, de boldognak kell lenni, méghozzá azért, mert a boldogság nem cél, barátom, hanem eszköz. Mímelni kell a boldogságot, ezt minden színész tudja. Mindent mímelni kell, hogyha valami nem jön föl magától, akkor mímelni kell, és ez egy óriási, tulajdonképpen én, a zsidó etika, az egy kötelesség etika. És én, hogyha taníthatnék a Biblia alapján szigorúan, anélkül, hogy bárkit bármire meg akarnék téríteni, akkor én azzal érvelnék, ez egy nagyon fontos pszichológiai felismerés, azt mondja a Tóra, hogy gadol mecuvef, nagyobb az az ember, akinek megparancsoltatott és teszi, mint az, akinek nem parancsoltatott meg és teszi. Az ember azt gondolná, hogy ez fordítva, ugye, hogy hát az kényszerből csinálja meg, az nem belülről fakad, az nem az igazi. De most gondoljunk bele egy kicsit a kis ördög szempontjából, hogy ez hogy is van. Hogyha én valakinek a parancsára cselekszem a jót, akkor én még önmagamon kívül azt is képviselem, aki parancsolt nekem. Ez azt jelenti, hogy a sátán, ha már így akarunk beszélni, bár ugye ezt azért nem kell tőle megijedni, nem olyan nagy fiú az Istenhez képest, de hogy a sátán akkor kétszeres erővel fog rajtam dolgozni. Megmondom miért? Mert az a jó szívű, spontán valaki, aki úgy fakultatíve, úri jókedvéből teszi a jót, az nem ellenfél. Mert most jót cselekszik, mert olyanja van. És 10 perc múlva meg nem lesz olyanja. A kis ördög az ilyen igaz emberektől, úgy mondjam, nem fél. Őnek most jó lesne egy kis önzetlenség, most egy kis jó cselekedetre vágyom. És akkor jót cselekszik. Hát a túrót. Ezt kötelességből kell csinálni. És abban a pillanatban, hogy te nem érzed, meg nincs is olyan kedved, de ez az örökkévaló Isten parancsa, ez az ő akarata, akkor vagy olyan lábbal keltem fel, vagy nem, ezt meg kell csinálni. És a tett az érdekes, mert hogyha megkapta, ott van, megette, stb., akkor az most neked ez belül, te hogy éled meg, az egyéni szociális probléma.
Ez szép mondat volt, ezt fölírtam, hogy az arc közterület, és felelősek vagyunk ilyen értelemben az arcunkért. Jézus is azt mondja, amikor böjtölsz, akkor ne ejts magadon sebeket, és ne akar nagyon fancsali képet vágni, és ne sajnáltasd magad, hanem azt csak az Úristen lássa, és ez a belső szobádba való menetelen keresztül valósulhat meg. Tehát ne kifeléjük a kereszténységünket, ne látványosan akarjuk az alamizsnát adni, ugye ne kürtöltesd magad előtt, mondja Jézus, és ezért is nehéz erről beszélni, mert minden ilyen fundraising az egyházban is, meg közösségekben azzal a kísértéssel jár, hogy mintha magunkat dicsérnénk, és legjobb lenne azt mondani, hogy ez ne is legyen köztudott, ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal, mondja Jézus. És nem abban az összefüggésben használja, hogy ma szoktuk mondani, hogy a jobb kéz nem tudja, mit csinál a bal, hogy ilyen összevisszaság van, hanem hogy mikor adod az alamizsnát, a másik kezed ne is tudjon róla, és ez csak az Isten és a te dolgod. És a másik, ami szerintem egy ilyen hihetetlen, talán ez a legnagyobb baj, az pedig a modern embernek ez az írtózatos az irrelevanciája. Tehát az, hogy nem érzi azt, hogy ő fontos, nem érzi azt, hogy ő számít, úgy gondolja, hogy ő létszám feletti. Erre nézvést a Rambam azt írja a Misné Torá harmadik fejezetében, Hilchot HaTshuvában, azt írja, egy hihetetlen dolog, bárha erre képesek lennénk, azt mondja, hogy az embernek mindig úgy kell cselekednie, minthogyha az ő életében is, és az egész világ életében is pontosan ugyanannyi jó cselekedet lenne a mérleg egyik serpenyőjében, pontosan ugyanannyi gonosz cselekedet lenne a mérleg másik serpenyőjében, és a te következő tetted az, ami az egészet elbillenti. Az egészet. Ilyen fontosak vagyunk. Minden ember, minden hókusz, ilyen státusz és minden leszámítva, mert mindenki, nincsenek fölösleges emberek, mindenkire szükség van, ez az alapállás. Időnk nagyon elszaladt, és még szeretnénk lehetőséget adni a kérdezésre, tehát arra kérném önöket, hogy úgy fogjuk a beszélgetés második felét csinálni, illetve a kérdezéseket, hogy összegyűjtjük a kérdéseket, rövid kérdéseket szeretnék, hogyha mondanának, és utána beszélgető társaink válaszolnak rá. Mielőtt a kérdések elindulnának, egy utolsó megközelítésre szeretnélek titeket még kérni a szegénység vonatkozásában, amire utalások történtek, de csak nagyon röviden, hogyha érintenénk a láthatatlan szegénység, az, ami a lélekben zajlik, az, amikor az egzisztenciáját valaki lelkileg nem éli meg, vagy olyan helyzetben van, hogy bár megvan a hajléka, de akár hetekig nem szólal meg a telefonja, és nem kopognak be hozzá. Ilyenből itthon is, más országokban is nagyon sok példát tudnánk hozni, hogy ebben milyen felelősségünk van, mert hogy az adakozás talán más formában, a forintban, vagy más fizetőeszközben még ennél is könnyebben megy, mint hogy itt ugye alapvetően az időnkről lenne, és a valódi figyelmünkről szó. Hogy látjátok ezt? És tényleg, bocsánat, csak röviden kérni. Tényleg, csak egy-két mondat, akkor Jókai a szegény gazdagok mellett megírta az egyébként nem olyan jó sikerült gazdag szegényeket, és ez nem egyszerűen csak szójáték, hanem ez tényleg realitás, hogy a szegény gazdagok és a gazdag szegények is szembeállíthatók. És azt hiszem, a fogyasztói társadalomnak ez nagy kísértése. Frommal kezdtük, ugye, és az Erich Fromm a létezés és a birtoklás emberét állítja egymással szembe. Azt hiszem, ez köztudomású, hogy a birtokló ember az bekebelezni akar. Azt gondolja, hogy amit megesz, amit elfogyaszt, amit megvesz, megvásárol, az az övé. Egy dokumentumfilmben láttam egy embert, aki ilyen Kaufsuchtban volt, ilyen fogyasztási függőségben, hogy mindig meg akarta venni a legújabb számítógépet, és a végén már ki se tudta bontani azokat, a garázsában ott álltak a különböző típusok, mert mindig egy újabbat és újabbat akart, és egyszerűen halmozta csak ezeket. Tehát a birtoklás emberével szemben a létezés embere az, akit Fromm a középpontba állít, és hát itt alapvetően a Tóra és Jézus nyomdokában jár, hiszen a létezés embere az, aki
aki az Ószövetség van, a Héber Bibliában is szerepel, Ábrahám, amikor azt mondja neki Isten, hogy menj el, indulj el, és ne birtokolni akarjál, hagyd el a saját házadat, a saját otthonod, a saját hazádat, és menjél az én parancsom nyomán az ismeretlenbe. Vagy Jézus, amikor azt mondja, hogy mit ér az embernek, az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall. Vagy az a példázat, hogy egy gazdag ember azt gondolja, hogy most mindent jól bespájzol, és jól tervszerűen bővíti a csűrét, és büszkén hátraről, hogy na most akkor én jól gazdálkodtam, és akkor jön egyszer csak az utolsó ítéletnek a szava, hogy bolond, még az éjjel kérik a lelkedet. Tehát az Istennel való kapcsolatunk megromlik, hogyha a bírvágy uralkodik felől, és a létezés emberei kellene, hogy legyünk, mint hogy Isten is a létező, a legfőbb létező, és Jézus is azt mondja, hogy a vagyok, aki vagy, és Jézus azt, hogy én vagyok, és az isteni létigével azonosítja így magát nagyon merész módon, mi meg ezzel szemben mindig a birtoklásba menekülünk vissza. Nekem van egy nagyon régi ellenérzésem a trappistákkal szemben, és mindig arra vágytam, még soha életemben nem találkoztam trappistával, hogy győzzön meg arról, hogy tévedek. De ez nagyon fontos, amit a Tamás mondott, ez az elvonulás, az, hogy valaki sört és sajtot gyárt gyönyörű húsipkás hegyekben, és mit tudom, milyen komoly regula szerint napi 6 órában imádkozva imádja a teremtőt. Ez szerintem a legrosszabb irány. Tehát, hogy én nemrég voltam Montanában, egy ilyen menonita, így mondják magyarul, menonita közösségben, ami első blikre egy nagyon rokonszenves hely volt, mert az egész legalább 3000 ember lakott, egy gyönyörű kis falu, alig van elektromosság, petroleumlámpával élnek, egy mentőautó van, de nincsenek kocsik, kis lovacskákkal ilyen mendegélnek. Egyetlen egy telefon van a évente megválasztott főnöknél, és egy bankszámlája van az egész közösségnek. Tehát oda mentem, és körülbelül 24 óráig azt gondoltam, hogy ez a tuti. Tehát így kell, ilyen szerényen, így a föld közelében azt, amit termelnek, ők megeszik. Tehát, hogy ez az egész, mint egy ilyen életforma, roppant vonzó volt nekem. És aztán másnap elkezdtem gondolkozni, és azt mondom, ezek az emberek meg akarják úszni. Ez szintiszta önzés. Tehát, hogy jöjjenek el oda, ahol én élek, a Bronxban. És picit hasítsanak végig az utcán, és nézzenek jobbra, és nézzenek balra. És... Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ebből a szempontból egyébként azt kell mondjam, hogy a jelenlegi pápa az egy nagyon haladó szellemiségű pápa. Ugye köztudomású, hogy ő a Casa Marta Santa-ba költözött át, tehát kiköltözött abból a hely, ahol a pápák élni szoktak, és amikor megkérdezték tőle, hogy hát nem hiányzik a hány négyzetméteres luxus, meg a trón, meg a nem tudom azt, hogy a többiekkel ebédel, vagy, és akkor azt mondta, hogy ő nem azért költözött ki, mert ilyen szegényen akar élni, hanem itt inkább arról van szó, hogy nem akar egyedül élni. Tehát, hogy ő neki az olyan, nagyon szépen mondja egyébként, hogy ő a bárányszagú juhászokat szereti. Tehát azokat az juhászokat, akiknek bárányszaguk van. Tehát akik, és amikor Buenos Airesben volt még, akkor ő mindig, és mindenféle papok, ugye püspök volt, mindenféle papok jöttek hozzá, hogy beszámolni, akkor mindig azt kérdezte, hogy a kutyákat hogy hívják? És ha nem tudott válaszolni az adott környéken a kutyákat hogy hívják, akkor ez kamu, ez csak duma. Ilyen, meg ott kell lenni a terepen. Köszönöm szépen. Jelentkezéssel tudom odavinni a mikrofont, és akkor összegyűjtenénk a kérdéseket, és utána lesznek a válaszok. Kérem, hogy röviden. Röviden próbálok. Azt szeretném kérdezni, hogy ugye
Jézus mondta ezt, hogy az 5000 ember megdégelés, hogy ti adjatok nekik enni. Tegyük föl, megcsináljuk, jó. Általában képesek vagyunk rá. Felhozzuk az embereket egy bizonyos szintre, akkor lelkileg, szellemileg a Rőrik Géza beszél nekik keményen, a püspök beszél nekik keményen, a szociális munkás beszél nekik keményen, Jézus beszél nekik keményen. Elhúzzuk őket olyan szellemi szintre, testi szintre, amiben képesek beilleszkedni a társadalomba. És utána, hogyan lesznek mégis Ádám? Tehát mi most passzívan beszéltünk róluk, de hogy ott nekik is van még valamilyen lehetőségük arra, hogy ebben aktívan valahogy tegyenek, és nagyon sokszor, mintha nem lennének képesek Ádámokká válni, hogy ez itt, erről nem beszéltünk, hogy ez itt kimaradt. Köszönjük szépen. Jelentkezéssel tudom oda vinni a mikrofont, és akkor lesz lehetőség kérdezni. Elmondok még egy valamit, amíg a kérdések megszületnek, ha lesznek egyáltalán. Hogy egy valami viszont nagyon tetszett ebben a Mennonita faluban, Montana államban, és ez egy kicsit visszatér arra, amit Püspök úrtól kérdeztél, hogy hát hogy van az, hogy az egyház ilyen intézményi szinten azért megteszi a magáit, de mégis van valami hiányérzeted, hogy másképp ilyen egyenként, vagy hogy mondjam, kevésbé aktív. Tehát azt hiszem, hogy, és ez vonzott a menonitákban, hogy az a baj, majdnem minden egyházzal, a zsidót is beleértve, hogy roppant elfelejtettünk öntevékenynek lenni, és a klérusra bízunk mindent. Tehát, hogy egyszer, amikor még Piliszent Lászlón éltem, összejött a nép, nem volt pap, és akkor azt mondták, menjünk haza. Beteg a pap. És akkor nem kell Istenet imádni, vagy nincs vasárnap, vagy mi van akkor, beteg a pap? Hát akkor beteg a pap. Nyissák ki a templomot, hogy itt van is volt egyébként. De olyan béna lett a társaság, hogy pap nélkülök már nem tudnak egyáltalán semmit csinálni. Tehát akkor menjünk haza. És itt a menonitáknál, ez nekem nagyon rokonszenves, hogy itt a laikus és a klerikális, az valahogy ugye nem válik el ennyire élesen, a pap pontosan ugyanúgy a lelkész, talán így jobb, pontosan ugyanúgy öltözik, ahogy a hívő, nincs ez a sok ornamentika és diploma a falon, és nem tudom én micsoda, hanem hogyha nincs pap, akkor pont úgy, ahogy a vadludak, amikor húznak, ugye időnként az élen helyet cserélnek, mert kifárad az egyik lud, és akkor a másik megy az előre, a vének a csúcsára. Tehát akkor beáll a következő, és ezt valahogy így kéne, azt hiszem, Isten közösségében csinálni. Hát most van pap, vagy nincs pap. Hát mi viszont vagyunk, Isten is van, akkor lássunk hozzá. Van-e még kérdés? Jó estét kívánok! Az én kérdésem, volt a beszélgetés elején szó a félelem és a szeretet keveredéséről, és arról, hogy Isten felé megélni mindezt. Valami olyasmi lenne, hogy a mai világban talán a félelemre nagyon sok minden alapoz, vagyis manipulál minket a kultúrában, a médiában, a mindennapjainkban, hogy sokszor ez van megérintve, hogy féljünk. Hogy ez ellen kell-e valamit tenni, mit lehet tenni, szeretnénk-e tenni, illetve hogy szerintem azért ez mégiscsak valahol az emberben elég erősen összekapcsolódik, hogy sokszor vonzó tud lenni az, ami félelmet kelt bennünk, mert akkor a bátorságunk próbára van téve, stb. Stb. Nem tudom, ezek a gondolatok így elindultak. Nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted. Tamás, mondhattam én először? Parancsolj, kezdte. Ez mint hogy a kérdés szekcióban vagyunk, nyilván itt bővebben ezt most nem lehet kifejteni, de ez részben szemantikai kérdés. Tehát sajnos a félelem az valószínűleg egy rossz szó magyarul. Tehát valami mást kellene mondani itt. Ha azt mondanám, hogy rettenet, ami egy kicsit arhaikusabb, régiebb hangzású szó, de az is már jobb talán, mert itt igazából arról van szó, annak a különbségnek a tudomásul vételéről, hogy ki előtt állsz. Ez hódolat?
Tehát, hogy tisztelet? Tehát ez egyszerűen csak egy olyasfajta dolog, hogy például egy parasztember, most ilyen feudális példával fogok élni, egy parasztember nem fél a királytól. De miért félne a királytól? Sose látta. De a király, akik a palotában élnek, és naponta látják a királyt, na ők félnek a királytól. És nem azért, mert a király az egy forrófejű, őrült, ilyen király is volt már biztos, de még egy jó király is, az egy erélyes ember, egy jó király. Döntéseket hoz. És ez egy hihetetlen fontos dolog egyébként, azt hiszem ez a végidőknek az egyik nagy jele, hogy nincsenek vezetőink. Nem tudunk kiket tisztelni. Ugye volt valaki, már nem tudom ki, azt mondta viccesen egy ilyen egyházi méltó, vagy nem, egy politikus mondta, hogy én elfogadom, amit a párt akar, hát én vezető vagyok. Hogy én követem, amit a párt akar, hát én vezető vagyok. Tehát azt mondja, ezt úgy mondja a Jóma traktátus végén egy rabbi a Talmudban, azt mondja, hogy a végidőknek olyan vezetői lesznek, mint a kutyák. Mert ugye milyen a kutya, elviszed sétálni, ő előtted fut, jobbra kanyarodik, te ugyan balra mész, de a kutya van elől, és azt hiszi, hogy ő vezet. És aztán egy év után hátra néz a kutya, látta, hogy te balra mentél, visszafordul, megint eléd szalad, ő a vezető. De igazából a kutya követ téged, és attól félek, és ezt mondom minden felekezettől függetlenül, hogy olyan lábvíz, langymeleg emberek vannak nagyon gyakran a tetején a rendszernek, vagy akár lejjebb is, akik nem mernek valójában kockázatot vállalni. És ezért elveszítettük a tekintély tisztelet képességét. Hát nagyon ritkán van már, legalábbis így aki nyilvánosságban megjelenik egy-két figura, aki úgy érzed, hogy valami erővel beszél. Tehát nem csak felmondja, hanem hogy erővel beszél. Ez egy nagyon fontos dolog. Van egy jiddis mondás, az olyan rabbi, akit még nem köveztek meg, az nem rabbi. Tehát, hogy az nem egy életbiztosítás papnak lenni, vagy rabbinak, vagy bármilyen vezetőnek lenni. És hogy ez összefügg egy kicsit azzal, amit kérdezel, hogy van egy ilyen nugátos, szalicíles érzése, egy ilyen fenkölt, ájtatatos, mint amikor valakinek kifordul a szeme, és már nem látod az iriszét, csak egy ilyen fokhagymányi fehér szemet látszott, és ő most imádkozik. Érted? Tehát, hogy ez nem így működik. Az nagyon jó dolog, ez mind nagyon fontos, de ennél is fontosabb az, ahogy Jézus mondja, hogy a gyümölcseiről ismerszik meg a fa. Röviden, talán mind a két kérdésre kitérnék. A félelem kérdése. Attól félünk igazából, amit nem ismerünk. Ez most nem az Istenre vonatkozik, hanem az emberektől való félelemre. Tehát a félelemnek sokszor nagyon sokszor az oka, hogy megfélemlítenek minket, vagy manipulálnak minket, hogy valamitől, valakitől kell félni, mert ő más, mert ő biztosan rosszat akar nekünk, és amelyik pillanatban megvan a személyes kapcsolat, és ismerünk valakit azok közül, akiktől eddig félni kellett volna, akkor már oldódhat ez a félelem. És az apostoli igére utalok, János apostol írja, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. És hogy itt a rettenet szót is behozzam, a Szilveszter János ugyanezt a mondatot így fordítja, hogy az röttegésben nincsen félelem, és a szeretetben nincsen röttegés, sőt az szeretet kiűzi a teljes szeretet. Erre kiűzi a rettegést. Tehát a szeretet és a félelemnek az ambivalenciájára hadd utaljak, hogy kiűzi a szeretet.
és ugye itt lehet az emberek egymás közti szeretetére, és lehet az Isten és az ember közti szeretetre utalni. Az első kérdés, amit Bea tett föl, az, hogy hogyan lehet valakit Ádámmá tenni, ez a méltóság kérdése számomra, hogy hogyan adjuk meg a másik embernek a méltóságát. És itt azért vannak jó példák. Találkoztam egy hajléktalan ellátón Nyíregyházán egy olyan cigányasszonnyal, roma asszonnyal, aki eredetileg kliens volt, és oda került, mert az agresszív férje elől menekült, és befogadták, és egy idő után ott gondozó lett, és másiknak a segítője, vagy konyhás, vagy nem tudom én. Ezek apró kis példák, de ha valakinek megadjuk azt a lehetőséget, hogy már nem ő szorul csak segítségre, hanem ő tud más valakin segíteni. Gyökösi Endre, akit mint református lelkész, lelki gondozót ismerünk, sokan hírből leírta egy helyen, hogy egy depressziós asszony jött hozzá, és egyfolytában csak mondta a gondjait, a félelmeit, az aggodalmait, és akkor kezébe nyomott egy levelet, hogy vigye már ezt el X címre, és a város másik végébe jó messzire küldte, azért, hogy érezze, hogy neki van valami feladata, hogy ő más valakin segíthet, és ne csak magával foglalkozzon. Tehát ez a jó értelembe vett terápikus kapcsolatépítés. De a méltóságot az is megadhatja valakinek, hogy ember számba veszem. Egy fogyatékossal kapcsolatos példa jut eszembe a Fasori Gimnáziumban, amikor bocsinált, a hitoktatóként tanítottam. Az akkori igazgató, Gyapai Gábor bácsi meglepett egyszer, mert volt egy fogyatékos, kerekesszékes kislány, és az értekezleten, amikor az osztályozó értekezleten voltunk, hát beszélgettünk arról, hogy mi legyen vele. És ő azt mondta, hogy tessék megbuktatni. Én meg ott felháborodtam, hogy jaj, hát szegényen miért nem segítünk, hát miért buktatjuk meg. És akkor ő azt mondta, hogy azzal segítünk rajta, hogy ugyanúgy megbukik, mint az ép és gazellaként futó gyerek, mert ezzel érzi azt, hogy kvázi esélyegyenlősége van, még a buktatásban is részesedhet, mert nem kivételezünk vele. Tehát lehet, hogy kellenek ilyen helyzetek, és ez a kemény szeretet, amit néha te is emlegettél. Ilyen példákat talán még lehetne sorolni, csak az idő elmegy. Nekem még itt az első kérdésnél az jutott eszembe, hogyha jól értettem, akkor a viszont válasz, tehát hogy volt a kérdés, hogy mennyire akar valaki Ádámmá válni. És én ezt valóban igaz, hogy annyira nem érintettük a beszélgetésen, de nekem az irgalmas samaritánius példája jut eszembe, hogy nem az az első lépés, hogy ezt érintsük, és ebben a viszont válaszban legyen kérdésünk, hanem az, hogy felsegítsük, megmossuk a lábát a másiknak esetleg. Tehát, hogy egy ilyen megközelítés. És ami meg eszembe jut, hogy ez a kérdés nagyon könnyen tesszük fel a rászorulók felé, hogy na de ő mikor lépi meg, de nem tudom, hogy szabadna-e, de nem is szándékozom, csak elképzelem, hogy mondjuk itt a teremben teszünk egy közvéleménykutatást, és nem név szerint, hogy ki Ádám, de hogy én is valószínű, hogy kiesnék belőle ilyen értelemben. Tehát, hogy mennyire várhatjuk el, és tehetjük fel ezt a kérdést a másik felé, hogyha tehát ennek a feszültségét egy kicsit érzem, hogy ha arról beszélgetünk, akkor elhárítjuk a magunk Isten arcának a kérdését, hogy mi is van azzal a tükörrel, amiben valahol magunk is vissza tudunk nézni. Amit szeretnék még zárásul mondani, hogy két alkotás látható a beszélgetés alatt, Krajcsovics Éva alkotásai, amik úgymond ehhez a témához, ehhez a kérdéskörhöz készültek. Az első az egy olyan alkotás, amin ugye felismerhető motivumokként, és második pedig azt elvonatkoztatva dolgozza fel. Egy pad, amin egy üres hálózsák jelzi a hiányt és a jelenlétet, amit köszönjük ezúton is Krajcsovics Évának, hogy a mai beszélgetésre rendelkezésre bocsátott, és
velünk együtt gondolkodhatott. Én pedig nagyon szépen köszönöm Fabinyi Tamás elnökpüspök úrnak, Rőri Gézának, hogy közösen gondolkodhatunk, és köszönöm szépen önöknek, hogy velünk tartottak. Azt szeretném még elmondani zárásként, hogy ha jól tudom, akkor ha nem is hajléktalanok között, de a nyitott műhelyben április 6-án biblia tanulmányt fogsz tartani Ábrahám és Izsák története kapcsán. Ezt is szeretettel ajánljuk, ez talán esti időpontban, de a nyitott műhely honlapján megtalálható a pontos alkalom. Hogyha abból indulunk ki, hogy mindannyian hajléktalanok vagyunk valamilyen értelemben itt a Földön, akkor lehet, hogy ez lesz az első ilyen biblia órád, és készülünk rá. A Petőfi Irodalmi Múzeum rendezvényei közül ajánlom a többi programot is. Egy kiváló kiállítás látható Ady Endre halálának századik évfordulója kapcsán, illetve Kányádi Sándor verseire készített fotóhónap keretében látható kiállítás is. Nagyon jó, nézzék meg, hogyha van idejük rá valamikor. A következő asztali beszélgetések április 25-én lesz, ugyanígy a Petőfi Irodalmi Múzeumban 18 órától, akkor Kornis Dezső és Vajda Lajos üzenetei címmel a Nemzeti Galériában, illetve a Szentendrei Ferenci Múzeumban látható kiállítások kapcsán beszélünk a 20. század művészeti kérdéseiről Kolozsvári Mariannával és Pataki Gábor művészettörténésszel. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk együtt gondolkodtak. Jó éjszakát kívánok!